Jó napot kívánok, szerbusztok, mindenkit üdvözlök. Mindenekelőtt nagyon boldog új évet kívánunk, idén még nem találkoztunk, ugye az elmúlt évet egy mondhatni nagy sikerű beszélgetéssel zártuk Pecsénik Mária Zitával és Kéri Lászlóval. Remélhetőleg az idei évet pedig szintén egy nagy sikerű beszélgetéssel fogjuk kezdeni, itt a Klasszis Média Lapcsoport által rendezett Klasszis Klubba. Üdvözlök minden klubtagot, látom szép száma jelentkeztek, és jönnek folyamatosan is, nagy az érdeklődés, már most is jöttek kérdések, és mindenkit arra biztatok, hogy a műsor alatt is szokás szerint tegyék föl. Ugye most már a 4. évfolyam kezdődött a Klasszis Klub életében, és ez lesz a 42. adás, bizony mi is egyre idősebbek vagyunk, viszont a vendégeim azok örökké fiatalok, így van ez a mai vendégemmel is, László Csabával. Szervusz Csaba, köszöntelek! Szép jó napot, szervusztok, szia! Szerintem Csabát nem kell bemutatni, de a rendkedvére azért elmondom, volt pénzügyminiszter 2002. május és 2004. februárja között, de ami örök, hogy közgazdász, adószakértő is, és most jelen pillanatban a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, meg egyébként az utóbbi időben belevágott egy kicsit a médiába is, tehát még kollégaként is üdvözölhetlek most. Sok sikert a továbbiakban. No, hát az első kérdés az általában mindig egy ilyen aktualitás szokott lenni. Hát most is van egy aktualitás, amit mindenféleképpen jó lenne ilyen felvezetésként megbeszélni. Ugye tegnap Varga Mihály, az egyik utódod, illetve elődöd is volt, meg az utódod is volt, mert ugye te őt váltottad annak idején. Igen. Kedden azt mondta, hogy az Európai Bizottság előjelzése szerint a magyar gazdaság jóval az uniós átlag felett növekedhet idén, amely az uniós rangsor élmezőnyébe kerülhet. Ugye csak, aki nem olvasta volna pontosan ezt a kijelentést, az Európai Bizottság az unió egészére 1,3%-os átlagnövekedést várt, magyar gazdaságra 2,4%-osat, ugye az MNB-nél optimistább, ő 2,8-3,5 közé lőtte be még tavaly decemberben az inflációs jelentésbe, a kormány pedig 3,6-ot jósol, hát ugye ez december 30-ai állapot, ezt Varga Mihály prezentálta. Nagy Márton legutolsó jóslata az még ennél is optimistább, az 4%. Na most az a kérdésem, hogy te hogyan értékeled azt, hogy ugye egy recessziós év után, mert ugye még a kormány is elismeri, hogy recessziótba, tehát nem növekedett, hanem csökkent a gazdaság 0,4%-ponttal mindenféleképpen, vagy százalékkal mindenféleképpen. Hogyan értékeled Varga Mihály egy kicsit kincstári optimizmusnak tűnő kijelentését? Na hát szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez azért is furcsa, mert tulajdonképpen, hogyha az EU-ra hivatkozik, akkor ezzel nagyjából leveszi a felére a saját előrejelzésüket. Tehát ahhoz képest, hogy amikor a költségvetést benyújtották, akkor 4%-ot ígértek GDP növekedésben, akkor most ő meg a Nagy Márton így a 3,5 és a 4 között ingadozik, de az EU mond 2,4-et, a piac egyébként nagyjából ilyen 2% körül mond. Hozzáteszem, hogy amikor az EU-nak ez a előrejelzése, szerintem ez az őszi előrejelzés, mert azóta szerintem nincs hivatalosan frissebb, akkor még nem tudtuk, hogy például az ipari termelés hogyan alakult az utolsó hónapban, az még mindig 5% fölötti mínusz volt, a kiskereskedelem továbbra is csökken, az államháztartás hiánya, ugye évvégén bejelentették, vagy az első napokban, hogy hát még az 5-2-t se tudták hozni, amit tavaly októberben ígértek, úgyhogy az eredeti célkitűzés egyébként 3,5 volt. Na ehhez képest most 5,9-et mondanak, ami nekem kicsit olyan, mint a Tesco-ba, hogy hát akkor mondjunk egy, nem 800 forint az ára valaminek, hanem 799, mert a pszichológiában ez láthatóan működik. Hát itt is akkor nekem ez az 5,9 gyanús, hogy hát azért miért nem 6, miért pont 5,9, mert azért az már rosszul néz neki nagyon, hogyha 6-tal kezdődne. Őszintén szólva én nem látom, hogy mostanában nagyon eltalálnák ezeket az előrejelzéseket. Hát konkrétan az államháztartást, amivel elvileg a Vargának most leginkább foglalkoznia kell, mert úgy tűnik, hogy minden más lassan elvesznek tőle, gyakorlatilag semmit nem találnak el lassan 2-3 éve. És a növekedésben meg sehol nem látszik. Ugye a 10 milliárd euró, amire szoktak hivatkozni, az nem fogja még az idei évet nagyon megnyomni. Abból kifizetik a korábbi számlákat, elindíthatnak projekteket, de ez nem fogja felpörgetni a magyar gazdaságot még 24-be, és amit pedig az euró mondott, a német gazdaságon nagyon negatív mindenki, tehát hogy a külső kereslet az nem lesz túlzottan erős. Tehát szerintem ez se ad okot valami őrületes optimizmusra, a 4 az szerintem komolytalan teljesen, meg a 3,5. Na most itt ugye jönnek a kérdések folyamatosan az olvasóktól, majd mindjárt be is olvasok egyet, és arra biztatom, aki még eddig nem tette föl, azt küldje el nekünk. Azért az felmerül kérdésként, hogy ugye mennyiben alakíthatja át mert most akkor egyelőre még nem Magyarországról beszélünk közvetlenül, az egész világgazdaságot és azon belül Európa gazdaságát az, hogy mintha az utóbbi hetekben elkezdődött, tehát az infláció minthogyha megint elkezdődött volna növekedni. Tehát azt figyeltük meg, hogy itt novemberhez képest hát legalább egy tucatnyi országnak az inflációs rátája az magasabb lett, mint mondjuk az előző hónapban, tehát minthogyha, sőt, hát azt hiszem most már 15-16-nál tart azon országok száma magasabb, tehát mennyire módosítja, változtathatja meg ez a környezet tulajdonképpen az európai gazdaságra vonatkozó előrejelzéseket és a magyar gazdaságot természetesen. Hát ez a mi külső keresletünk szempontjából biztosan nem jó ír. Tehát ugye az USA-t meg az Európai Uniót lehet főleg mondani. Az látszik, hogy kezdenek megint a Fed, meg az ECB különböző ilyen-olyan vezetői kezdenek óvatosabbak lenni. Na most, hogyha lassabban indul meg a kamatcsökkentés, vagy ne adj Isten, még véletlenül valahol elkezdenek emelni, mondjuk erre én most még nem számítok, akkor ez biztos, hogy nekünk nem fog jót tenni. Ez mindenképpen szűkíti egyébként az MNB-nek is a mozgásterét. Hozzátéve, hogyha jól értem, ma a Virág Barnabás a Bécsi Euromoney konferencián úgy belengedte, hogy a 75 bázispont helyett akár 100-at is tudunk csökkenteni, főleg ugye, hogy a decemberi inflációs adatok kedvezőbbek lettek a piaci várakozásnál, de ezek mind azt jelzik, ami a nemzetközi környezetből jön, hogy a nemzetközi környezet, hát az minimum nem lesz kedvezőbb annál, mint amire mondjuk fél évvel ezelőtt számítottak, de szerintem inkább rosszabb lesz. Érdekes, hogy említetted a Virág Barnabás nyilatkozatát, ugye mikor megjelent ez az 5,5%-os inflációs adat, ami ugye ugyanúgy meglepett minket, mint amikor októberben már bement ugye 10% alá, aztán utána a KSH elkezdte magyarázgatni, hogy milyen metodika szerint sikerült az egy számjegyet már előállítani ugye októberben. Tehát ugye mindenki ugye, vagy általában 5,96%-ot várt, ehelyett lett 5,5, és akkor érdekes volt a piaci reakció, a forint gyengült a következő egy órában, mert más magyarázatot nem találtam, csak esetleg azt, hogy esetleg ők már a piaci szereplők azt olvasták ki, hogy bizony emiatt az MNB nagyobbat fog majd vágni a kamaton. Nem tudom, neked mi a véleményed erről? Ez valóban ezt üzente, és a Virág Barnabásnak a mai nyilatkozata is egyébként ezt üzente. Ma egy picit gyengült is emiatt a forint, tehát most azt hiszem így 1-2 forinttal arrébb ment. Ezek egyébként messze nem olyan mozgások, amitől mondjuk szerintem levakarja az arcát a jegybank elnök a Reuters terminál előtt az irodájába, de azért mindenképpen mutatja, hogy merrefelé indult el a forint. Na most azt gondolom, hogy ez most 3,79 vagy 3,81, ennek nincs igazából jelentősége. Na, akkor aztán mit az idő, hogy az első kérdést is feltegyem neked, ami az olvasóktól jött, mert mégiscsak azért a mi klubrendezvényeink lényege az, hogy ne én kérdezgessek itt, hát mi ezt meg tudjuk tenni más formában is, hanem az olvasóknak teret adjunk, nézőknek. Szila kérdezi az, hogy Nagy Márton ragaszkodik a magas nyomású gazdasághoz, ebből jó eséllyel csőd lesz, ha nem állnak le vele. Erről láthatólag mikor ismerik fel, hogy abba kell ezt hagyni? Hát ugye az ilyen magas nyomású, meg az ilyen nagyon voluntarista gazdaságpolitikáknak általában akkor szokott vége lenni, amikor szembe jön a fal, és valami olyasmi történik, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy ez nem fenntartható ez a történet. Hát ugye Latin-Amerikában meg rengeteg helyen vannak erre azért különböző példák, hogy hogyan mentek a falnak. Nyilván nálunk azért nem ugyanaz a veszély, mint ami az argentinoknál szokott 5-10 évente lenni, hogy komplett államcsőd, 50-100% infláció és hasonlók, De most ezzel a magas nyomású gazdaságpolitikával, amit itt próbálnak erőltetni, és ebben láthatóan az elég komoly vita van a Vargáékkal, az nyilván kevésbé a nyilvánosság előtt, de a Nemzeti Bankkal, ezzel egy nagyon komoly kockázatot visznek be. Tehát jelenleg ebben a nem túl kedvező nemzetközi környezetben, és erre az utóbbi hetekben Surányi György, Zsidai Viktor, tehát számosan azt gondolom, hogy elmondták a véleményüket, hogyha például nincs nagyon sok fölös kapacitás a gazdaságban, márpedig a magyar gazdaságban láthatóan, akármennyire is recesszió volt tavaly, például a munkaerőpiacon nincsen óriási mennyiségű fölös munkaerő, hát ugye nem véletlen, hogy Ázsiába hozzák az új beruházásokhoz a munkaerőt. Az építőiparnak ugyan elég rossz éve volt tavaly, tehát lehet, hogy ott valamivel több a kapacitás, mint 3-4-5 évvel ezelőtt, amikor tényleg 120%-ra volt járatva, de itt főleg a munkaerő oldaláról az látszik, hogy nincsenek őrületes szabad kapacitások. Na most, ha ezek után elkezdik fűteni a gazdaságot, elkezdik a bérkiáramlást nyomni, elkezd mondjuk a költségvetést lazítani, úgyhogy mondjuk 6% volt tavaly a hiány, hát akkor abból az lesz, hogy az infláció fog megint esetleg feltámadni, és mondjuk az a 3%, amit a Nemzeti Bank úgymond célú tűzött ki, azt nem fogják tudni tartani, de ez láthatóan egyébként önmagában, ez Nagy Mártonékat nem nagyon izgatja, hiszen tavaly nyáron ők felvetették, hogy hát akár az inflációs célt azt lehetne emelni, mert úgyse tudjuk a 3-at elérni. Na most ahhoz képest, hogy decemberre egész jól lehozták az inflációt, én ezt egy elég kockázatos dolognak tartom, és persze minden ilyennek utána a külső egyensúly kezdheti látni a kárát. Ugye a 22-es évben több mint 8% volt a folyófizetési mérleg hiánya, 8,2. Ugye lementek az energiárak, ezért meg ugye a fogyasztás csökken, beruházás, minden, van egy elég nagy kiigazítás ezen az oldalon, de elkezdjük ezt a magas nyomású őrületet nyomni, akkor elkezdhet megint romlani a külső egyensúly, erre a költségvetés is azért ott van a maga hiányával, én ezt egy elég kockázatos dolognak tartom, és abban a pillanatban ugye pici, kis nyitott gazdaság vagyunk, külső befektetők elkezdenek megijedni, gond van az államadósság finanszírozása, elkezd a forint gyengülni, tehát hogy azt Antal Laci mondogatta annak idején, hogy az olajtanker az lassan fordul, de gyorsan süllyed. Tehát ha véletlenül baj van, az nagyon gyorsan tud jönni. Igen, és hát ugye itt úgy szoktunk fogalmazni, egy kegyelmi állapot volt itt még az izraeli-Hamas konfliktus követően, mert az olajárak, amelyek a közelkeleti feszültségekre mindig elég érzékenyen reagálnak, most nem lőttek ki az égbe, de mondjuk magasabb szinten vannak, mint előtte. Viszont itt most van egy másik veszély a magyar gazdaságban mindenféleképpen, az a vörös-tengeri ugye kapacitások, ugye a szállítói kapacitások azok eléggé megcsapantak. Na most, hogyha emiatt az autóipar, ugye láttuk, a Suzuki már nálunk egy hétre ugye bejelentette, hogy leállítja a termelését, hogyha az autóipar megint megfekszik, mint mondjuk a Covid alatt, akkor mi lesz a magyar gazdasággal? Hát ez nyilvánvalóan tovább gyengíti az idei növekedési előrejelzést. Hozzáteszem, anélkül, hogy én ilyen nagy nemzetközi stratégiai elemző lennék, meg főleg nem látok bele a NATO döntéshozatali mechanizmusának a titkos, nem tudom én, kamráiba, de hozzáteszem, hogy azért az amerikaiak meg az angolok egy nemzetközi koalíció kapcsán elég keményen oda csaptak a husziknak, vagy hutiknak, és szerintem ők ezt ott meg fogják oldani. Ez nyilvánvalóan a világgazdaságnak is érdeke, és szerintem a Bidennek önmagában ebben a 2024-es választási kampányban az ilyenkor mindig jót tesz, hogyha egy hivatalban lévő elnök erőt tud mutatni. Na, ahhoz képest, hogy mondjuk indítsanak egy véget nem érő afgán háborút, vagy iraki háborút, vagy bármilyen egyéb háborút, ez egy relatíve kezelhető, nem túl drága, amerikai emberéleteket nem nagyon fenyegető operáció tud lenni, tehát szerintem kerül, amibe kerül, rakétába, meg egyebekbe, ezek ott szerintem mindent szét fognak lőni, hogy a Vörös-tengert hagyják békén, de lehet, hogy ezt hosszú gondolom, de ez még belpolitikailag is szerintem kifejezetten jól jönne a Bidennek, hogyha őt rendet tudna tenni, és azt mondaná, hogy na, a világgazdaság tud megint tovább menni. Igen. Na, jönnek kérdések továbbra is. Juhász Miklós banki tanácsadó, vállalatfinanszírozási szakértő így jellemezte önmagát. Ő azt kérdezi, hogy hát ő már kicsit előre szaladt, milyen megszorításokra, zárójel adók lehet számítani 2024 második felére? Hát az a baj, a második felébe szerintem nagyon kevés megszorításra lehet számítani. Tehát, hogy a költségvetésnek pont az a lényege, hogy a tehát ahhoz, hogy mondjuk 2024-ben valami komolyan történjen, azt el kellett volna 23 közepén, második felében kezdeni. Ugye abból indulunk ki, hogy az EU választás meg az önkormányzati választásokig nem fog semmi történni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy itt már 24-ben nagyon kevés mozgástér van, főleg úgy, hogy a kamatok, nyugdíj, szociális támogatások, ezek mind szépen le vannak zárva, tehát azokkal nem nagyon lehet mit kezdeni. A beruházásokat már egyébként is lefaragták, tehát innentől kezdve én nem nagyon látom, hogy miről tudunk beszélni. Tehát, hogy ez nekem abszolút én nem érzem, hogy itt nagyon nagy mozgástér lenne. Most nyilván lehet a külön adókat emelni, ugye vannak dolgok, amiket beígértek, hogy majd csökkentik jövőre, de nem csökkentik, de ez, hát most lehet némi adót emelni, el lehet némi, mondjuk ha létszámcsökkentést csinálnak mondjuk az egész államháztartásba, a végkielégítések miatt az gyakorlatilag 24-ben még semmilyen hatása nincsen. Tehát tulajdonképpen annak ellenére, hogy január közepén vagyunk, a 24-es komoly mozgástér, most leszámítva egy ilyen bokros csomag jellegű stabilizációs programot, nagyon csekély a mozgástere már most a költségvetésnek. Na hát, igen. Na, az én kérdésem az az lenne közben, ugye mindig szoktam egy kis átvezető kérdés, meg az én bennem is felmerülő dolgok, hogy én most őszintén szólva, hadd provokáljak itt mindenkit, én még a 2%-ot sem nagyon látom, tehát nem a 4%-ot, hanem hogy miből jöhet össze a 2%-os gazdasági növekedés. Én 1-2 közé teszem maximum, tehát hogy nagyon... Tehát az első fél év az egyértelműen nincs semmi komolyabb növekedési impulzus. A költségvetésben csak ugyanazt a hiányt hozzák, mint tavaly, az nem ad növekedési impulzust, és ugye 2,9-et ígértek, szerintem ezt már ők maguk se veszik komolyan, tehát csak még ezt nem gondolták, hogy illene lenne bevallani így január 17-én. Ugye az európai gazdaságról beszéltünk, hogy nincs az igazán komoly növekedés, ugye se az orosz-ukrán háború, se ez az izraeli Hamas konfliktus, se a Vörös-tenger nem fog megoldódni hetek, 1-2 hónap alatt. Ezek, tehát a második fél évben indulhat meg valami szerintem. Tehát a kiskereskedelem még mindig lefelé megy, az ipari termelés még mindig lefelé ment. A nem is tudom, utoljára, amikor szerződés állományokat láttam, azt hiszem az építőipar ott ilyen -30%-ok voltak. Tehát ugye nagyon durván. Tehát a beruházások, ugye tavaly előtt ugye indultak ezek a nagy megszorítások a beruházási szinten, de az volt mondva, hogy ami menet közben vagy folyamatban van, az befejezik. Annak még volt egyfajta gazdaság növekedést élénkítő hatása. Azok befejeződtek, átadták, de újakat nem nagyon indítottak, tehát szerintem én nem látom, hogy mitől lesz. Tehát a 1-200, ja és még egy szempont. Tavaly annyira kiemelkedő éve volt a mezőgazdaságnak, azt hiszem ilyen 60%-os növekedést sikerült regisztrálni, hogy tulajdonképpen, hogyha a mezőgazdaság a tavalyi szintet hozza, az még mindig egy kiemelkedő év, mert előtte volt az asszály, de azon felül is jó volt, tehát nem csak az asszályt hozta be tavaly a mezőgazdaság, hanem ahhoz képest volt egy nagyon nagy növekedés. Tehát tulajdonképpen normál évben a mezőgazdaság ennél kevesebbet fog teljesíteni 24-ben. És hát nyilván ezt nem lehet kiszámítani, még nem látjuk az időjárás, de ez egy, hogy mondjam, még egyszer olyan szerencsénk 2 évben egymás után, hogy csak annyira jó évünk lesz, már ez is szerintem nagy szerencse lenne. Akkor viszont megyünk tovább, mert ugye a promóba is, ami megjelent az EMFOR és a Privátbankár oldalain is, azt vetettük föl. Az egyik kérdés az volt, itt az euróbevezetés. Az érdekes módon egyébként csak így a klubtagjainkon kívül is, vagy hát nekik is mondom, hogy nagyon, mindenkit nagyon érdekel mindig az euróbevezetés. Hát Magyarország jelen pillanatban ott áll, hogy nemhogy dátum nincs, de még ez a kormány még a közeli dátumot, de nem a közeli dátumot, de egyáltalán nem is volt hajlandó még semmit sem mondani ez ügyben. Na most a cseh elnöknek a bejelentése, mennyire lehet ezt komolyan venni, mennyire volt ez egy ilyen politikai statement, valóban azt lehet mondani, hogy akkor a csehek most a románok és a bolgárok után beleállnak a témába, és maradunk a lengyelekkel, tulajdonképpen itt a V4-ek közül, akiknél nem lesz euró egy ideig. A kormány szándéka az elmúlt 13 évben az elég egyértelmű volt, hogy ők az euróval valójában komolyan nem akartak foglalkozni, pedig volt olyan kegyelmi állapot pár évig, amikor akár ezt meg is lehetett volna ugrani. Hát jelenleg meglehetősen távol vagyunk, szerintem nincs olyan feltétel a maastrichti feltételek közül, aminek most éppen megfelelnénk, tehát már önmagában is ez egy picit nehézzé teszi a dolgot. Ráadásul ez a szuverenitás, ami most nem a szuverenitás védelmi hatóságra utalnék, de ez a monetáris politika szuverenitás, ez láthatóan nekik egy nagy érték, amit én egyébként egy hatalmas kockázatnak tartok Magyarország szempontjából, mert hogy valójában szuverén monetáris politikát nehéz úgy folytatni, hogy kicsi nyitott gazdaság vagyunk, óriási FDI-jal, óriási külkereskedelemmel, tehát ez valójában egy látszat, mert amikor a piac szembe jön velünk, akkor azonnal megsüthetjük a saját monetáris politikánkat, és csináljuk, amit a kényszerek diktálnak. Na most, ha csak pár olyan számot mondok, mert most nézegettem mindenféle statisztikákat, hát először is az Európai Unióban sikerült elérnünk azt, hogy Magyarországon van a legmagasabb kamatkiadás per GDP arány. Ugye ez a költségvetés kapcsán, de ha megnézzük például a régióban, minden olyan ország, ahol euró van, ott sokkal alacsonyabb, de ami az euró kapcsán két ilyen szempont még államháztartási oldalról, hogy például sokkal hosszabb a lejárati szerkezete az eurós országok államadósságának a régióban. Tehát azoknak az országoknak, tehát Magyarország, Lengyelország, Csehország, Románia, Bulgária, sokkal rövidebb az államadósság lejárati szerkezete. Egy harmadik ilyen szempont, hogy például az ECB az folyamatosan vásárolja az eurós országoknak a kötvényeit, a régióba is, és ezzel segítik alacsonyabban tartani a hozamaikat, ami Magyarországon többek között a forint, meg az, hogy az ECB nem vásárol magyar kötvényeket, ezért jóval magasabbak a hozamaink, sokkal magasabbak az államadósság kamatok, és tényleg úgy, hogy azt hiszem 12-ek vagy 13-ak vagyunk adósság per GDP arányban, ennek ellenére nálunk lesz idén és jövőre a legmagasabb kamatkiadás per GDP arány. Ez egy dráma. Az egész magyar gazdaság iszonyú módon integrálódva van az európai gazdaságba. Pont az euró hiányzik ebből. Tehát szerintem minden elemében ennek a magyar gazdaságnak alapvető szükséglete lenne az, hogy csatlakozzunk az euróhoz, de én ezt most megint nem is tudom, 5-10 évig, főleg úgy egyébként, hogyha véletlenül valamikor kormányváltás lesz, még akkor is kétharmad kell elvileg az euróhoz, mert hogy bele van írva az alkotmányba, hívják is, akkor most azt hiszem alaptörvénynek hívják, hogy a magyar fizetőeszköz a forint, tehát feles többséggel még csak be se lehet vezetni az eurót, legalábbis ha jól értelmezem jogilag a mai helyzetet. Igen, igen, szerintem is így van. Érdekes, hogy ugye 2007. februárjában készült vele egy interjú, Kenesei András külsős kollégánk készítette, az euró bevezetésről, és 22 karácsonyán azt hiszem az ünnepek alatt jelent meg egy ilyen sorozat keretében, és amikor a szerző megkeresett téged, akkor azt mondtad, hogy hát ugyanaz a véleményed, mint 15 évvel korábban. Hát ez nagyjából pontosan így van. Nagyon nagy kár egyébként, hogy ott 2008-10 körül nem tudtunk az euróhoz csatlakozni. Az egész 2008-9-es válságot szerintem sokkal könnyebben vészeltük volna át, és az elmúlt évek turbulenciáit is szerintem sokkal könnyebben vészeltük volna át. Hát gondoljuk bele például államadósság finanszírozási oldalról, hogy azok a görögök, akiknek ilyen 150-60-70-80% körül volt az államadósság GDP az elmúlt 1-2 évben, azok valamit a GDP 1,5%-ával kevesebb kamatot fizetnek, mint mi, akiknek 80% alatt van az államadóssága. Tehát ez már csak pénzügyi oldalról is, ez egy óriási veszteség az eurónak a hiánya. Már csak emiatt se éri meg, de szerintem az alapgazdaságpolitikai összefüggések is amellett szólnak, hogy a magyar gazdaságnak érdeke lenne, hogy euró legyen Magyarországon. Igen, hát ebben a bizonyos interjúban ugye azt mondtad, hogy az euróra való átállás nem jár az adók változásával, de maga az átváltás járhat némi inflációval, de ugyanakkor azt is megjegyezted, hogy nem kell megijedni, de félni, és főleg felkészülni nem árt. Hát igen, ez pontosan így van. Na most, ahol egyébként az euró bevezetésekor valami inflációs többletről beszéltek, ezek ilyen általában 1,5-2% volt maximum. Most ehhez képest ugye itt jött nekünk az energiakrízis 2022-ben, és bőven 10% fölött volt az infláció ugye 2022-ben, tavaly meg 17,6. Na most akkor, hát mondjuk 5-ször akkora inflációt begyűjtöttünk egy év alatt, mint ami mondjuk egy egyszer euró csatlakozás miatt, amit ilyen nagy drámaként szoktak előadni, hogy hú, az euró miatt megugrik az infláció. Hát köszönöm szépen, tavaly 17,6-ot sikerült összehozni, úgyhogy egyébként a kormány eredetileg 5,2-t tervezett. Tehát, hogy így a költségvetésben, amikor a 23-at csinálták, akkor 5,2% inflációval számoltak, ehhez képest lett 17,6. Na most akkor azon nyafogni, hogy jaj, az euró majd mennyire megdobja az inflációt, hát nézzük meg azokat az országokat, akik bevezették az eurót, max. Ilyen 1,5% többletek voltak max. 1-2 évig. Szóval nem összemérhető dolgokról beszélünk. A beszélgetések utolsó 5 percébe fordulva azért még itt az euróval a bevezetése kapcsolatban megkérdezném, mert érdekel a véleményed, hogy te a Maastrichti kritériumokon változtatnál? Az az igazság, hogy szakmailag én nem tartom ezt egy nagyon jó összerakott, ugye ez egy több mint 20 éves vagy 30 éves kritériumrendszer, amit az akkori viszonyokra szabtak, és egyébként abból is látszik, hogy ez mennyire nehezen, meg mennyire működőképes, hogy például az új fiskális szabályrendszerét nagyon nehezen rakták össze az Európai Uniónak, mert kiderült az, hogy nehéz olyan fiskális szabályrendszert kialakítani, ami mondjuk jó az észteknek, ahol mondjuk 20% az államadósság per GDP, meg jó a görögöknek, ahol mondjuk 150%, meg az olaszok, ahol 140%, tehát hogy nem lehet ugyanazt a kabátot mindenkire ráhúzni, de az látszik, hogy ez egy olyan politikai kérdés, és e tekintetben szinte érdektelen, főleg az én véleményem, de mondjuk bármelyik más kormányé, hogy szerintem az nem tűnik reálisnak, hogy egy bármelyik országnak 2-3-4 év múlva azt mondják, hogy jó, ti is beléphettek az euróba, de ti enyhébb feltételekkel, mint amit korábban elvártunk a többiektől. Én ezt őszintén szóval kizártnak tartom. Ez pontosan most is látszik, hogy már a második, harmadik nagyon szofisztikált fiskális szabályrendszert találják ki, fogják most bevezetni, és mindig hozzáteszik, hogy ja, a 3% az viszont kőbe van vésve, és ha valaki a 3%-ot átlépi, akkor indul a túlzott deficit eljárás, úgyhogy valójában a fiskális szabály az nem erre lő, de a 3% az egy ilyen szent tehén, és szerintem emiatt pont ezzel nem is fognak változtatni. Hozzáteszem, ha már itt tartunk, jövő júniusban az európai parlamenti választások után, hát itt 10 év után újból el fog indulni Magyarország ellen, meg még néhány egyéb EU-s tagország ellen a túlzott deficit eljárás. Az 13-ban nagy tett volt, amikor sikerült alóla kijönni, hát most vissza fogunk kerülni megint ezzel a túlzott deficit eljárás alá. Igen, igen, illetve hát nem jövő június választás, hanem az idén június. Igen. Jó, Csaba, még két gyors kérdés itt a olvasói kérdés. Az egyik Bújtorné Gulyás Zsuzsanna az egyik leghűségesebb klubtagunk, ő mindig minden egyes adásba kérdez, most is ezt tette, és tegye ezt, arra biztatom a jövőben is. A következő a kérdése, hány embernek van joga lehetősége a magyar pénzügyek igazgatására, magyarul hány miniszter jogosult a dolgokat rendezni, 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6, és akkor hogy működnek a dolgok? Húha! Hát ugye most azért egy picit nehezebb a helyzet, illetve nem is tudom, hogy picit nehezebb vagy könnyebb. Ugye az most elég egyértelmű, hogy Nagy Márton kezében van abszolút a legfontosabb kormánybota a kormányon belül. Tehát ilyen szempontból ő a gazdaságpolitikának az irányítója. Az, hogy a gazdasági kabinetből kikerült a pénzügyminiszter, ez szintén jelzésértékű. Az, hogy Nagy Márton lett ugye nemzetgazdasági miniszterként most már a gazdasági kabinetnek a vezetője, ez egy világos jelzés. Én azt gondolom, hogy a pénzügyminisztériumnak most kifejezetten végrehajtó, operatív jellegű szerepe van, az adórendszert meg a költségvetésen tud matatni, viszont azért a jegybank az láthatóan nem sorolt be a kormány alá az elmúlt egy-másfél-két évben, tehát ott most úgy tűnik, hogy valódi szakmai vita van a korábbi mondjuk 10 éves vagy 8-10 éves barátsággal szemben, tehát a jegybank úgy tűnik, hogy próbálja azért az inflációt valahogyan korbában tartani, tehát ez minimum azt jelenti, hogy két ura van, vagy vezetője a pénzügypolitikának, hogy az egyik a monetáris politika oldaláról, a másik a gazdaságpolitika, költségvetési politika oldaláról. Az biztos, hogyha az álmos könyvek szerint a jegybank és a kormány nincsen jóba, független attól, hogy azonos párthoz tartoznak, vagy különböző politikai múltjuk van, az semmiképpen nem jó jel. És én azt gondolom, hogy ez önmagában most például az egyik komoly kockázata a magyar gazdaság következő évekbeli mozgásának, hozzátéve, hogy ráadásul lassan egy év múlva ilyenkor már az új jegybank elnök csomagolni fog, a jelenlegi pedig szintén csomagolni fog, mert ugye 2025 márciusában jegybank elnök csere lesz, és azért a piacok, hát a minimum a második fél évben már nagyon fogják nézni, hogy akkor milyen típusú jegybank elnök lesz a Szabadság téren, vagy a nem is tudom, hol székelnek most éppen, mert ez azért elég jelentősen átrendezheti a gazdaságpolitika irányításának erőviszonyait. Hát ha minden jól megy, akkor addigra vissza fognak költözni, mert ugye idén 100 évesen a Magyar Nemzeti Bank, és ha nem is állnak úgy a munkálatok, hogy pont a születésnapra ez megtörténjen, én már láttam mindenféle csodát, tehát valahogy, ha más nem, akkor a harmadik emeletre biztos vissza lehet majd költözni. 30 milliárdot hozzájuk vágtak pluszba egyébként, ami szerintem szürreális egyébként. Szóval igen. A város egyik legjobban karbantartott ingatlanjára elkölteni több mint 80 milliárdot, ez szerintem az pénzpocsékolásnak egy elég magas foka szerintem. Igen. Erre szokták mondani, hogy egy külön műsort megérne, és lehet, hogy meg is fog érni. Az utolsó kérdés hozzád, Deme Zoltán kérdezi, és egyet is értek a kérdésével, hogy a Tépet Vitorláka valaha írt, hát én azt mondom, hogy egyik legjobb, de ő azt mondja, a legjobb magyar könyv államháztartási költségvetési témában. Idén lesz épp 30 éve, hogy megjelent. Tervezed-e, hogy írsz a könyvből egy új, az elmúlt évtizedek fejleményeit lekövető kiadást? Hát köszönöm szépen a biztatást. Ugye az, hogy a legjobb, az igazság, ezzel sajnos nem mondunk olyan nagyot, mert nagyon kevés magyar nyelvű költségvetési szakirodalom. Egyébként van egy-kettő, és azok kifejezetten színvonalasak, tehát semmiképpen nem mondanám. Sőt, biztos, hogy van olyan, ami később született, és sokkal, hát nyilván követte az idők szavát, tehát van olyan, ami azt gondolom, hogy kifejezetten korszerűbb. De nagyon ott jár az agyamban egy olyan könyvnek a megírása, már beszéltem emberekkel az egyetemen is, hogy a fiskális szabályok, ugye ami érdekes, hogy mit is tekintünk annak, szóval benne van a fejemben, hogy a 80-as évektől megírjam, hogy ezt az egész költségvetési költekezés, emögött mikor milyen folyamatok voltak politikai, költségvetési, meg egyéb szempontból, tehát, hogy mikor milyen szabályaink voltak, ezeket mikor, hogyan, miért nem tartottuk be, milyen technikák voltak, hogyan trükköztünk, most így nem feltétlenül magamra gondolva, de hogy így a magyar költségvetés irányítói mikor, hogyan trükköztek. És például az elmúlt 13 évben is jellemző volt, hogy amikor a fiskális szabályokat éppen nem tudtuk betartani, akkor nem a valóságot irányítottuk, vagy igazítottuk a szabályokhoz, hanem mindig a szabályokat változtattuk. Most a legutolsó példát mondjam úgy, hogy egyébként én egyetértek ezzel a változtatással, de elvileg volt egy olyan fiskális szabály, hogyha az MNB-nek vesztesége van, akkor azt a költségvetésnek ki kell fizetni. Mi történt? Az MNB összehozott 2000 milliárdnyi veszteséget. Mi történt? A költségvetés ezt kifizette? Nem, a szabályt változtatták meg. Hozzáteszem, én nem gondolnám most szükségszerűnek vagy indokoltnak, hogy a költségvetés 2000 milliárdot megszorítson, csak azért, hogy az MNB korábbi veszteségét kifizesse, de megint mi történt? Volt egy szabályunk, amit azonnal megváltoztattunk, amikor szembe jött velünk a valóság. Na szóval gondolkodom, hogy ezt a 80-as évektől, kicsit ez az IMF csatlakozás, 88-89, én 86-ba kerültem a pénzügyminisztériumba, és hát akkor azóta hol közelről, hol távolabbról azért figyelem ezeket a dolgokat, hogy mikor mi történt. Ezt lehet, hogy megírom, ez nagyon benne van, hogy a következő egy-két évben ezt megpróbáljam megírni. Na hát ez akkor érdekesen hangzik ennek a tematikája, amennyiben megírod, akkor természetesen lesz újabb beszédtéma köztünk. Most ma is elég sok volt, és hát az idő az ennyit engedett most meg a technika is, azért nagyon remélem azt, hogy klubtagjaink érdeklődése nem csappan a jövőbe sem, hát sajnos a technikai problémák néha előfordulnak, de amit megköszönök mindenkinek, hogy elég nagy számban maradtak itt velünk, és nagyon kevesen voltak azok, akik feladták azt, hogy ugye iPadről kezdtünk, átmentünk, asztaligépre visszamentünk, hát ilyen az élet. De a lényeg az az, hogy élvezetes volt ez a beszélgetés, és hogyha élvezetesnek tartották, akkor arra biztatom önöket, ha még nem tették, akkor a YouTube-on a Klasszis Média Lapcsoport Klasszis csatornán iratkozzanak fel, szerintem egyébként már majdnem minden klubtagunk megtette, és ott visszahallgathatják az elmúlt 42 adást, mert ez most már 42. adásunk volt, számos érdekességet. Érdekes egyébként visszahallgatni, hogy a 2-3 évvel ezelőtt például Bokros Lajos és Jaksi György, Surányi György, és még sorolhatnám, mit mondott éppen a gazdaságról, hogyan látta a következő éveket. A legközelebbi klubrendezvényünk az egy élő klubrendezvény lesz, arra is lehet jelentkezni, ez a Klasszis Klub Live, ahol 2 panelbeszélgetés lesz, az egyik geopolitikai helyzetről, a másik pedig a drón technikákról, drón témáról fog szólni. Január 31-én lesz 17 órától 21 óráig, arra is lehet jelentkezni, és már szervezem, hogy ki lesz a február közepi következő Klasszis Klub live-ban, vagy online-ban, remélhetőleg akkor már tökéletes technika mellett. Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy elfogadtad a meghívást. És nagyon köszönöm. Annak meg örülök, hogy én vagyok a 42-es, aki ugye a világ mindenség titkának, vagy a válasznak, hát, ugye a 42, az mindig egy jó szám. Igen, köszönöm szépen. Igen, nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek, és minden klubtagunknak szép napot, és további boldog új évet, viszont hallásra! Ön a Klasszis Klub műsorát látta a Klasszis csatornán.